Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Solyhoz Zénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kirabolták, megalázták a hajléktalant, súlyos büntetésre számíthatnak az elkövetők. Értékelés az eszia bevallási időszakról, vicces esetekről is beszélt a baranyai szóvivő. Idén is sikeres volt a Pécs Vit, elhunyt költőről is megemlékeztek az irodalmi fesztiválon. Kárpát-kemence, 1100 év ízei, könyvet szerkesztett a világjárt gasztronómus. Megkezdődött annak a két vádlottnak a tárgyalása, akik kiraboltak, bántalmaztak és megaláztak egy hajléktalan férfit a pécsi belvárosban még januárban. A 18 és 26 éves elkövetők szerdán álltak a bíróság elé. Tettükért komoly büntetést szabhatnak ki. Itt a pécsi Citrom utcában rabolt ki és alázott meg egy hajléktalant két fiatal még idén januárban a vádirat szerint. Ügyükben szerdán kezdődött a bírósági tárgyalás. A 18 és 26 éves elkövetők a várfal tövében egy padon alvó férfit hajnalban látták meg. Úgy gondolták, hogy elveszik a pénzét, ezért felébresztették a vádirat szerint. De ez nem volt elég. Erről kérdezte a másodrendű vádlott védője az első rendőt a bírósági meghallgatásán. Az, hogy felszűrtöttek, hogy adjon a pénzet, ez volt az oka annak, hogy elkezdték levetkőztetni? Maguk levetkőztették, vagy önként levetkőztetni? Ez önként levetkőztetni. Mi felszűrtöttek levetkőztetni? Jó, kikutatták. A levetkőztetett férfit tovább alázták az utcán, táncoltatták, majd másra is kényszerítették. A földön kiszórt magokat, madáreleséget találtak, amit meg akartak etettetni vele. Hányszor vettek ki fel a programot, és tették a számára? Utána a földről is kellett tenni a magot? Mikor hagyták abba ezt az egészet? Ezt mondta az elsőrendű vádlott a bíró kértésére. Közben a telefonjukkal filmezték a történteket. A hajléktalan férfi ruháját átkutatták, és abban 3000 forintot találtak, amit eltettek. A sértettet többször megütötték, megrúgták, így kényszerítve őt, hogy tegye meg, amit mondanak neki. A két vádlott cselekménye a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntettének és könnyű testi sértés büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Ezt mondta a vádemelés után az ügyészség szóvivője. A bántalmazott hajléktalan korábban egy munkabalesetben jobb kezének 4 ujját elveszítette. Ez a fogyatékossága csak korlátozott védekezést tesz lehetővé. A bírósági tárgyaláson a vádlottak elmondták, hogy a bántalmazás, megalázás során észlelték a csonkolt kézfejet. Erre még egyikük gúnyos megjegyzést is tett, de ittasságukra hivatkozva már nem emlékeztek, hogy szó szerint mit. Az ügy tárgyalása decemberben folytatódik a pécsi járás bíróságon. Május 20-án lezárult az eszia bevallási időszak. Azóta sokan megkapták már a visszaigényelt adót, volt, aki már módosította a bevallását, mert rájött, hogy hibát vétett benne, és voltak, akiket a NAV értesített arról, hogy a bevallást javítani kellett. Hívta fel a figyelmet a NAV baranyai szóvivője. Barlai Krisztina a bevallási időszak értékelésekor beszélt arról is, hogy előfordulnak vicces esetek az ügyfélszolgálatukon. A NAV segíti az adózókat a személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítésében. Így új felületet hoztak létre online, mondta stábunknak a baranyai sajtóreferens. Az eszia felület megújítása és felhasználó barátabbá tétele sokban segítette az adózókat a bevallási tervezet, illetve a bevallás adatainak értelmezésében, illetve a bevallás elkészítésében. Azonban a bevallási időszak tapasztalatai nem csak a hivatalnak nyújtottak segítséget, hanem az adózóknak is nagyon sok hasznos információt tartalmaznak a jövőre nézve. Ez alapján több probléma is kiderült, mondja Barlai Krisztina. Legtöbben még mindig abban az esetben fordulnak az adóhivatalhoz, hogyha az év közben nem érvényesített kedvezményeiket szeretnék érvényesíteni. Továbbra is problémát jelent a családi kedvezmény összegének a meghatározása,
hatása, és gyakran előfordult a dupla igénybevétel is, tehát ezekben az esetekben, amikor az apuka vagy az anyuka is igénybe vette ezt a kedvezményt, akkor sajnos a bevallásban szembesültek azzal, hogy duplán vették igénybe a kedvezményt, és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Figyelni kell arra, hogy jól adják meg a szükséges időpontokat, csatolják a megfelelő dokumentumokat, például a kedvezmények igénybevételénél. 30 év alatti anyák kedvezményénél pedig nagyon fontos volt az időpont, kezdő időpont meghatározása, valamint az összeg meghatározása, ez is problémákat okozott. A személyi kedvezménynél mindig arra kell figyelni, hogy a megfelelő dokumentumokkal rendelkezzen az adózó. Tehát egy egyszerű orvosi lelet vagy egy időpontnak a meghatározása felülvizsgálatra nem biztos, hogy elegendő a kedvezmény igénybevételéhez. Az adóhivatal tapasztalatai szerint a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a kriptoeszközök értékesítése és az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek bevallása miatt személyes vagy telefonos tájékoztatást kérők száma. Azok az egyéni vállalkozók, akik az SZIA bevallás általányadózó és vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti sorait is kitöltötték, meg sokszorozták az adófizetési kötelezettségüket. Ezért hibajavításra felszólító értesítést kaptak. Voltak vicces esetek is a NAV ügyfélszolgálatain. Az idei bevallási szezonban volt egy nagyon kedves történet is. Egy kedves öreg úr hívta föl a hivatalt azzal a kéréssel, hogy diktáljuk be neki a labor leleteinek a részleteit, hiszen az adóhivatal az ügyfélkapunk keresztül mindent lát. Előfordult olyan eset is, hogy a családi kedvezményhez szükséges adatok megadásakor a szülők hirtelen zavarukban még a gyermekük nevét és születési időpontját is elfelejtették, de ezekben a helyzetekben is volt megoldás. A NAV ügyfélszolgálatainak, valamint a 18-19-es infovonal munkatársai az év minden munkanapján fogadják az ügyfeleket, az adózással kapcsolatos kérdéseket. Rövid híreink következnek. Az országos mentőszolgálat felkészült az árhullám érkezésére, az érintett területeken megerősítették a mentőszolgálatot, tudatta a szolgálat közleményben az MTI-vel. A mentőhelikopterek is készenlétben vannak, hogy szükség esetén az ország bármely részében segíteni tudják a rászorulók megfelelő ellátását. A mentők helyi szinten is folyamatos operatív kapcsolatban vannak az érintett területek házi orvosaival, kórházaival és betegszállító vállalkozásával is, annak érdekében, hogy minden bajba jutott ember gyors és megfelelő segítséget kaphasson, közölte a mentőszolgálat. Szeptember 18-ától határozatlan időtartamra a közvetlen életveszély elhárítása és a vad védelme érdekében erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. A tiltás a teljes Gemenci erdőre, valamint a Mohács, Béda és Paks környékén, a Duna hullámterében lévő erdőterületekre és az erdőterületek közötti egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre vonatkozik. Az árvízvédelmi rendelkezés hatályba lépésével szeptember 18-ától minden nap 0 óra és 24 óra közötti időszakra elrendelt teljes erdőlátogatási tilalom a csoportos és egyéni túrákra, valamint a vizitúrákra is vonatkozik. A Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező Gemenci erdő nyugati határán található, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltésén Pörböly és Kesejüs között tilos tartózkodni. Kizárólag a védekezésben résztvevő szakemberek használhatják a védműveket. Az idei Pécs Lit Fesztivált most is 6 naposra tervezték. Az eseménysorozat közel 50 programmal, új kötetes szerzőkkel, gyermekprogramokkal várta az érdeklődőket. Az irodalmi fesztivál a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat együttműködésében valósult meg. A most következő percekben egy tavaly elhunyt kortárs költőre emlékeznek a Tudásközpontban. A Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már 4. éve várta színes programokkal a műfaj kedvelőit. Többek között megemlékeztek a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács András Ferenc költőről is. A költő verseiből Köres Ferenc a Pécsi Nemzeti Színház színművésze olvasott fel. Két lapot beszélget. Emlékszem, hajtáskrúzok voltunk, dicső hitekbe majd bele voltunk, vagy meg is voltunk,
úgy sem vettük észbe, telegén hányszor hány csúfos részbe. Hazudor hétán te labac voltál, te életedben egyedül voltál, úgy én voltam úgy általában, s fejedet vettem hányszor csatában. A Rejt engem is Vándormagasság című beszélgetés résztvevői Markó Béla író, Takács József irodalomtörténész, Ágoston Zoltán a Jelenkor folyóirat főszerkesztője volt. Letaglózó volt az Andrisnak a halálhíre, mert nagyon halála előtti időszakban kifejezetten a korábbiakhoz képest is intenzíven kommunikáltunk. Írt a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára egy verset, és ez nagyon nehezen született meg. Tehát ő már a utóbbi években nagyon kevés verset tudott írni, utóbbi jó néhány évben gyakorlatilag, hát majdnem azt mondom, nulla verset írt, és ez természetesen ez egy súlyos, hát ilyen depresszív időszak volt már, és ő is nagyon nehezen tudott vele mit kezdeni. És aztán annak ellenére, hogy ez így volt, hogy már nagyon hosszú ideje nem írt verset, ezt a verset, a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára ezt megírta, és a Jelenkorban ugye meg is jelent 2023. októberében. Borzasztóan örült neki. Olyan volt, mintha az első versét írta volna, vagy nem tudom, akkora öröm volt, hogy újból tud megint tud létrehozni valami érvényeset, valami nagyszerű verset. A negyedik Pécslit alkalmával is figyeltek arra, hogy a jelentős olvasótáborra rendelkező szerzők mellett fiatalok is részt vehessenek és bemutatkozhassanak az irodalmi fesztiválon. Ügyelnünk kell arra, hogy a fiatalok kezdők a pályuk közepén és a pályuknak egy későbbi szakaszában már nagyon ismert szerzőként is mindenki ott legyen, a még nem ismertek és az ismertebbek is. Tehát ez nagyon fontos, ez az aránykérdés tulajdonképpen. Ezt azért minden évben így kell csinálni. A 2020-ban alapított Pécs Lit Fesztivál azzal a céllal jött létre, hogy városunkba hozza az irodalmi élet legnagyobb kiválóságait, és kortól független szórakozást biztosítson minden kultúra vágyó számára. A Pécs Lit Irodalmi Fesztivál 500 programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Voltak külföldi vendégek és több kísérő program is. Rendhagyó könyvbemutatóval várta az érdeklődőket a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja kedden este. A gasztronómia és kultúra kézenfogva kíséri az olvasót a Kárpát-kemence 1100 év ízei című kötetben. Ruprecht László Séf, pro-turizmo díjas gasztronómus, a kiadvány egyik szerkesztője. Vele készült beszélgetés kedden este. A kötet művelődés történeti összefüggésben mutatja be a magyarok gasztrokultúráját. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja egy rendhagyó beszélgetés színtere lett. A Kárpát-kemence 1100 év ízei című könyvbe összefonódik a történelem, kultúra, gasztronómia. Fotókat, recepteket is talál benne az érdeklődő olvasó. Ruprecht László Séf, a stílusos vidéki értelmiség elnöke és pro-turizmo díjas gasztronómus szinte az egész világot bejárta szakmája által. Ő a kötet ötletadója, mint megtudtuk, véletlenül került hivatásába. Amikor már elkezdtem a vendéglátással foglalkozni, onnantól már igen, egyébként gyerekként nem nagyon foglalkozhatott a tűzhely, tehát jobban szerettem focizni, illetve én annak idején még a Videótonban kezdtem el focizni, és utána alsóbb osztályokba, de amikor már magában a szakmai iskolába kerültem, illetve olyan tanulóhelyem volt ez akkor Székesfehérváron, egy háromcsillagos szálloda, akkor igazából ott jöttem rá, hogy azért ennek a szakmának nem csak az a lényege, hogy itt főzni kell, itt azért van egy művészi oldala, illetve itt azért ízekkel, látványban, nagyon sok mindenben lehet játszani, illetve lehet alkotni. Régi álma volt, hogy szeretne egy nem hagyományos szakácskönyvet készíteni, olyat, aminek van művészethez, történelemhez kapcsolódó része is. Ne egy száraz, ételeket leíró és ételfotókkal telerakott könyvről beszéljünk, hanem az is volt a cél, hogy több réteget szólítsunk meg vele,
tehát akár mondjuk a tanulókat, tehát a szakácstanulókat, vagy kicsit az adott nyersanyagokat tudják történelmi korszakokhoz fűzni. Olyan ételek is vannak benne, amit háziasszonyok is otthon el tudnak készíteni, illetve értelemszerűen a szakmának is szól egy picit, tehát vannak olyan fogások, amik kicsit már modernek, vagy új technológiai fortéjokat igényelnek. Számos rangos elismerése kitüntetése van. Ruprecht László 2012 óta egyesületével Magyarország felvidék és Erdély gasztronómiájának fejlődésén dolgozik. 2018-ban Pro Turismo díjat, 2023-ban a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. Meggyőződése, ha az ember valamibe belefog, az csak a legmagasabb szinten érdemes végezni. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A szigetvári rendőrkapitányság felkérésére a főkapitányság Mecsek közterületi támogató alosztályának munkatársai szeptember 16-án hajnalban otthonában fogták el azt a 37 éves szigetvári férfit, aki a gyanú szerint a városban és a környékén droggal üzletelt. A nyomozók azzal gyanúsítják a férfit, hogy idén 6 hónapon keresztül heti kétszer értékesített kristályos kábítószer gyanús anyagot egy helesfai, valamint júliusban egy szigetvári férfinak. Kiderült az is, hogy tavalytól hetente látott el droggal egy Bogyka Peterdi, az utóbbi pár hónapban pedig egy szigetvári férfit is. A vásárlók ellen kábítószer birtoklása, míg a 37 éves férfival szemben őrizetbevétele mellett kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt indult eljárás. A nyomozók kezdeményezték a díler letartóztatását, amelyet a bíróság a mai napon elrendelt. Országszerte 19 helyszínen rendezik meg a nyitott piacok napját, amit a tavalyi nagy siker után immár második alkalommal rendeznek meg. Az esemény középpontjában kiemelt termékként a szőlő áll, vezető szlogenje a piac mindenkié. Pécsen 3 helyszínt kereshetünk fel, a Diana téri piacot, a Hajnóci utcai piacot, valamint a vásárcsarnokot. Mindhárom helyszínen készülnek kóstoló programokkal és gyerekprogramokkal, és mindhárom helyszínen meghirdették a legszebb stand versenyét. A vásárcsarnokban a körforgásos gazdálkodást kiállítás keretében mutatják be, valamint a külső helyszínen virágültetés is lesz. A régió híreivel folytatjuk. A 9 kutat, amelyek biztosítják Szekszárd ivóvizét, nem veszélyezteti a Dunán most levonuló ár. Sajtótájékoztató keretein belül számolt be Berlinger Attila polgármester és Takács Péter, az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízi Közmű ZRT vezérigazgatója. Az egész ország fokozott figyellemmel kíséri a Dunán és mellékfolyóin levonuló árhullámot, ahogyan Berlinger Attila Szekszárd polgármestere is. Itt állunk inn az úgynevezett Faddi teraszon, Faddi és Bogyiszló között a hajdani szekszárdi vízmű, ma már Erőv ZRT kezelésében álló szekszárdi víznyerő kutak mellett, ahonnan Szekszárd is ugye az ivó vizét nyeri. Éppen ezért azért tettük ide is jelenleg az Erőv ZRT munkatársaival ezt a bejárást, hogy meggyőződjünk arról, hogy ennek a víznyerő kutaknak a létesítésekor a maximális figyelemmel történt ezeknek a megépítése, hiszen egy olyan védett magasságba, olyan kiemelt helyszínekre épültek a kutak, amelyek még a legnagyobb, valaha mért legnagyobb vízállás felett is jóval magasabban helyezkednek el, így nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy a szekszárdi ivóvíz ellátás veszélybe kerülhet. A dunamenti település abban a szerencsés helyzetben van, hogy közvetlenül az áradás nem érinti, hiszen biztonságos távolságra fekszik a folyó medrétől. A szekszárdi ivóvíz ellátását 9 darab sekélyfuradó parti szűrési kút biztosítja. Ezek a kutak, mint látható, a valamikor mért legnagyobb árvíz szinttől még följebb van 1-1,5 méterrel vízzáró vasbeton aknában. Ezek a szerelvények teljesen vízzáróvá vannak kialakítva, tehát igazából ha el is érné az ár, de ezen nem számítunk, mert az előrejelzések és a mérések alapján ugye 860-870-es vízre lehet számítani, ami körülbelül egy ilyen másik 2 méterrel lejjebb lesz, mint maga a kút aknának az alja.
Takács Péter, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT vezérigazgatója hozzátette, hogy felkészültek arra az esetre, ha az áramellátás akadozna. A mai nap folyamán kiépítésre került egy nagy teljesítőményű áramfejlesztő, hogyha amennyiben az ár valamilyen oknál fogva a villamosenergia ellátást befolyásolná, akkor az áramfejlesztőkkel, az áramfejlesztővel biztosítani fogjuk tudni a kutak működését, így zavartalan lesz a város vízellátása. Szekszárd városában épített úgynevezett magas tárolók is állandóan feltöltött állapotban vannak, amelyeket a szakemberek folyamatosan ellenőriznek ebben az időszakban. Ezek a tárolók egy napig képesek ellátni a települést ivóvízzel. Csillogó szemű vidám kisiskolásokat láthattunk szeptember 17-én a Babits Mihály Általános Iskola padjaiban. Szekszárd polgármestere Berlinger Attila ajándékcsomagokkal lepte meg őket. Néhány hete becsengettek, és elkezdődött egy újabb tanév. Minden évben ilyenkor több éves hagyománya a városnak, hogy az általános iskola első osztályos nebulóit megajándékozzák. Tesszük ezt abból a megfontolásból, abból az elvből, hogy a szekszárdi iskolások tartozzanak bár a tankerülethez, vagy régebben a városhoz, mindenképpen a mi városunk gyermekei, és azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek boldogan, jó körülmények között, kiváló oktatás kapva nőjenek fel, és váljanak igazi szekszárdivá. A mai napon itt a Babits Mihály Általános Iskolában osztottunk igazgatónővel valamennyi első osztályos kisgyereknek egy-egy kis ajándékcsomagot, egy kis szekszárd feliratú tornazsákot, kulaccsal és kulcstartóval, amely azt gondolom minden gyermekes családnak a hasznára válik, hiszen ezek az eszközök ezek napi használatban vannak. Jelenleg 439 tanulója van a Babits Mihály Általános Iskolának, ebből a két első osztályt 46 gyermek látogatja, tette hozzá Botos Ilona, az intézmény igazgatója. Nagyon örültünk, hogy a polgármester úr ellátogatott hozzánk, és személyesen hozta el a város ajándékát, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni. A gyerekek nagyon nagy örömmel fogadták ezt az ajándékot, még egy kis mondókát meg verset is elmondtak a polgármester úrnak. Egy jól sikerült reggel volt ez a csillogó szemű kisdiákoknak, akik tanulási kedvét fokozni tudta a kék hátizsák és annak tartalma, ami szép emlékül szolgál majd. Pop, jazz, rock és metal, de mesebakelitek is gazdára találtak a hétvégi kaposvári lemezbörzén. Volt, amelyik pár száz forintért kerttel, de több tízezer forintos ritkaságokra is rátaláltak a gyűjtők. Négy év szünet után idén nyáron indult újra a kaposvári lemezbörze, ahol fiatalok és idősebbek egyaránt keresték kedvenc bakelitjüket. Lemezeket keresek, és amit találok. Olyanokat. Van kedvenc, akit kiváltképp mondjuk meghallgatnál? A Omega, de azt még nem találtam. Az egész országból érkeztek a lemezgyűjtők, akik kínálatában a többi között jazz, pop, rock, metal és mesebakelitek egyaránt voltak. Az alapján válogatok, hogy vannak olyan lemezek, amikből, hogy úgy mondjam, így kiszeret az ember, már nem hallgatja, és akkor ezeket elhozom. Vagy előfordul olyan, hogy az ember nem emlékszik rá, és vesz még egy példányt belőle, egy duplikát keletkezik, amit szintén elhozott. Leginkább ez a felhozatal. Kálmándi Ferenc több évtizede gyűjti a lemezeket, minden bőrzére igyekszik egy színes választékot hozni. Itt érdekes módon Kaposvár, amivel múlt héten voltam Szegeden, itt inkább a kemény zenét, a heavy metalt, a hard rockot keresik, és szerencsére vásároltak is. Reneszánszukat élik a bakelit lemezek, újra népszerűvé váltak, ahogy a lemezbőrzék is, mondta a kaposvári esemény szervezője. Választási lehetőség nagyobb, mint a boltokban, hiszen itt olyan lemezeket is megkapunk, amit nem biztos, hogy boltokban el tudunk érni, hiszen boltokban inkább új lemezek vannak. Karc és pormentes, egyenes lemez a legjobb választás, azonban egy gyors tisztítással javítható a bakelit minősége. Ultrahangos mosást végzünk, az azért másabb, mint a vákuumos mosás, mert ez a lemez mélyéről, a barázdák mélyéről kiszedi, ugye az ultrahangos rezgés által a port, ami az évek során ugye leülepszik az aljára.
A kínálat sokszínűségét mutatja, hogy az 500 forintostól a több tízezer forintos bakelitig kínáltak lemezeket a gyűjtők. Azok a lemezek, amik kuriózumnak számítanak, akár egy bélyeggyűjtés vagy bármilyen más hobbi tekintetében, itt is természetesen a nagyon ritka kiadványok, különleges kiadványok, egyes nyomatok, japán vagy angol, azok sokkal, de sokkal drágábbak. Legközelebb decemberben várják lemezbőrzével az érdeklődőket Kaposváron. Kiradunk végén, Baranyai témáink még egyszer röviden. Kirabolták, megalázták a hajléktalant, súlyos büntetésre számíthatnak az elkövetők. Értékelés az eszi a bevallási időszakról, vicces esetekről is beszélt a baranyai szóvivő. Idén is sikeres volt a Pécs Vitt, elhunyt költőről is megemlékeztek az irodalmi fesztiválon. Kárpát-kemence, 1100 év ízei, könyvet szerkesztett a világjárt gasztronómus. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délnyugaton lehetnek erősebben felhős időszakok. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Reggelre a szélcsendesebb tájakon foltokban párokat képződhet. A hűvös hajnalt követően délután 21-26 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!